Reggel 9-kor kezdődött Máté Szalkán a Tour de Gard, de legalább 100-an álltak sorban már 8:45-kor a regisztrációs pultnál. Mindenki kapott egy útlevelet, amelyet az ellenőrző pontokon kellett érvényesíteni. A kerékpár túrához támogatóként Máté Szalka város önkormányzata is csatlakozott, hiszen a város számára kiemelten fontos az egészségtudatos életmód és a közösség összekovácsolása. Ez a hónap Máté Szalkán gyakorlatilag a sportjegyében telt. Tulajdonképpen elneveztük Máté Szalkai triatlonnak is, hiszen az első rendezvényünk májusban az egy regionális úszóverseny volt, ahol több mint 600 gyermek vett részt. Ugye az úszás volt az első láncszem, a következő pedig volt a Máté Szalka futás, a fényes futás. Ezt úgy szerveztük meg, hogy igazából nem szerveztünk rá, csak kíváncsiak voltunk, hogy meghirdetjük is, hányan jönnek el. Hát minden várakozásomat fölülmúlt, mert legalább 600-an futották le ezt a közel 3 kilométeres távot. Ismét megmozdult másodjára, májusban Máté Szalka. Ez pedig a harmadik alkalom, és még egyszer mondom, óriási örömmel látom azt, hogy az előzetes regisztrációk szerint akár 1000-en is indulhatunk Máté Szalkáról, és ugye ehhez adódik azoknak a településeknek a lakossága, azok a aktív emberek, akik szintén velünk akarnak tartani, akik szintén növelik ezt a létszámot. A rendezvény, melyet 7 évvel ezelőtt támadtak meg, bizonyítja a Rotary Klub szellemiségét és a közösségteremtő erejét. A túra évről évre nagy sikernek örvend, idén közel 1500-an kerekezték körbe a 7 önkormányzat és a Máté Szalkai állomáspont területét. Az útvonal a Szalka 2 állomás után Kocsor, Győrtelek, Tunyog-Matolcs, aztán Szamoskér, Szamosújlak, Szamoskér, Szamossái, és akkor utána jön még a Nagydobos, Ópái, és utána szintén itt a bázison fogunk találkozni egymással. Este 6 órakor 15 darab kerékpár lesz rósolva, illetve egyéb ajándékok is fel lettek ajánlva. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény elé nézünk. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy a Rotary szellemét fogja erősíteni, és ezt mindenképpen a bevételt, ezt jótékonysági célra fogjuk felhasználni, hiszen ez a célunk, hogy ez segítsük az embereken, mindenképpen ezt az összeget a jótékony célra használjuk fel. A túrán a pályát érintő települések önkormányzata is bemutatkoztak. Az állomás pontokon meglepetéssel, frissítőkkel, süteménnyel várták a kerékpározókat. Tunyog-Matolcson vércukormérést és egészségnapot is tartottak. A rendezvény csúcspontja pedig az Ópáiban rendezett hídi vásár volt.